Egy nemrégiben napvilágot látott statisztika szerint az elmúlt 8 évben közel 40 milliárd forint kártérítést fizettek ki a biztosítók Magyarországon a tűzesetek után. Az okok között az esetek döntő többségében négy tényező játszotta a főszerepet, mondta Boros Brigitta, a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. Fő okok között az elektromos hibára visszavezethető tüzeket soroljuk az első helyre, ezért javasoljuk azt, hogy az elektromos rendszert az bizonyos időközönként vizsgáltassák fölül. Emellett a dohányzás, a bedugva hagyott elektromos eszközök és a fűtőberendezések rossz műszaki minősége szerepel a rangsorban. Tolna megyében az elmúlt 2 évben közel azonos számú esethez vonultak a tűzoltók. 2018-ban 139, 2019-ben pedig 141 esetben riasztották a Tolna megyei tűzoltókat lakástüzekhez. 2018-ban 2, az idén pedig 4 halálos áldozatot követeltek ezek a tüzek. A szakemberek tapasztalatai szerint a stressz helyzetben, annak ellenére, hogy számtalan figyelmeztetés hangzik el, az emberek rossz megoldást választanak a lángok megfékezésére. A szakértők azt mondják, az odafigyelés lehet a leghatékonyabb prevenció a tűzesetek megelőzésében.